Sziasztok! Üdvözlök titeket, dr. Borszéki Péter 3/3 új videó, és néhány hónappal ezelőtt egy nagyon érdekes metaanalízis látott világot. Mit jelent ez a metaanalízis? Alapvetően annak érdekében, hogy az élet nagy igazságait kiderítsük, tudományra van szükségünk. A tudomány pedig tanulmányokat szokott alkalmazni, hogy egy adott aspektusát megvizsgálja egy adott valaminek. Ugye milyen jó? Miért fogalmazok így? Azért, mert sok esetben az igazságot nem annyira könnyűen kideríteni, mint azt mondjuk mi gondolnánk, hanem meg kell nézni több oldalról is, úgy, hogy egyszerre még csak egy változót változtatunk meg. Mert hogy tegyük fel, hogy van egy valami téma, ahol megvizsgálunk egy dolgot, hú, de izgalmas eddig, ugye? Viszont annak érdekében, hogy tudjuk, hogy az adott dolog csinál-e egy adott dolgot, ki kell szűrnünk a többi változót. Magyarán meg kell bizonyosodnunk afelől, hogyha semmilyen más változót nem változtatunk meg, csak egyszerre egyet, akkor az eredményezze egy a dolgok nagy tekintetében valamilyen változást. Fogalmazd meg egyértelműen, kérlek szépen. Na jó. Tehát arról van szó, hogy sok esetben nem annyira könnyű az összefüggésekre rájönni, viszont minden kétséget kizáró módon lehetőleg bizonyítanunk kell tanulmányokkal, hogy az okokozati összefüggés fönnáll-e. Miért mondom ezt? Azért, mert nagyon érdekes gráfok vannak arra, hogy például, mit tudom én, hogyan alakult a világon az elhízás száma, és Nicolas Cage hány filmben játszott, jó? Mert ki lehet ezekre mutatni összefüggéseket, viszont nem biztos, hogy az okokozati összefüggés az fenn fog állni, csak azért, mert lehetséges, hogy ez teljesen véletlen. Jó? Szóval nem annyira könnyű bizonyos dolgokra rájönnünk tanulmányok segítségével, és ezért van az, hogy mondjuk így bénázik úgymond a tudomány, és akkor ezért van az, hogy mondjuk ilyen Schobert Norbertek, azok azt mondják, hogy a tanulmány az fasság, meg mindig mást mondanak. Abszolút. Ez nem így van azért, bassza meg, hogy mindig mást mondanak, ez úgy van, hogy az igazságnak egy szeletét tudják egyszerre fölgöngyölíteni, mert nem lehet egyszerre mondjuk 40 ezer embert megvizsgálni 40 ezer szempontból, jó? De ezért tök jó, hogy vannak nekünk tanulmányok, ezért tök jó, hogy egyre több tanulmányt el tudunk végezni, hogyha van rá pénz, és ezért jó, hogy ezáltal morzsára egyre közelebb kerülünk az igazsághoz. És vannak ilyen tanulmányok, és vannak úgynevezett metaanalízisek, ugye innen kanyarodtam ki, ilyen pázományos körmondatok keretei között. Tehát több tanulmányt is összesít, jó? Tehát tegyük fel, hogy elvégeztek 30 tanulmányt egy adott témáról. Ebben az esetben ugye, mint azt a cím is sugallja, a vízfogyasztás VS, mesterséges édesítőket tartalmazó itókák fogyasztása, fogyás szempontjából, jó? Erre tehát készítettek egy metaanalízist, vagyis az összes hasonló témában megjelent tanulmánynak az eredményét összesítették, és kiszűrték, hogy 10-ből 9 fogorvos ezt ajánlja. Jó? Ugyanis, mire gondolok itt, lehetséges, hogy lesznek tanulmányok, amik eltérő véleményt állapítottak meg, és akkor meg kell nézni, hogy a 9 fogorvos mi alapján ajánlotta azt az egy valamit, ezt amúgy mai napig nem tudom, hogy találták ki, VS az egy fogorvos az mit csinált jól, vagy mit csinált rosszul, vagy mit csinált másképpen, jó? És akkor így az igazságra előbb-utóbb fény fog derülni. Szóval ebből adódóan ezek a metaanalízisek állnak a bizonyítási piramisnak a tetején. Mi az a bizonyítási piramis? Ez tudományban, tanulmányokban használatos kifejezés, ez a piramis. És a tetején a metaanalízis áll, vagyis, hogyha valamit egy metaanalízis mond, az úgymond a legközelebb álló dolog az igazsághoz. Ez alatt vannak tanulmányok, közben systematic review-k, és ugye a legalul található a kedvenc influencered félmesztelenül, ahogy elmond valamit az Instagramban, jó? Nyilván ez egy víz, de alapvetően nem feltétlenül innen érdemes kiindulni, hanem honnan érdemes kiindulni a metaanalízisekből. És miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert sokak számára megdöbbentő lesz az adott az alábbi eredmény, viszont mielőtt engem támadnál, támad a tudományt és a tudomány bizonyítási piramisának álló, legtetején álló metaanalízis, jó? Szóval ez valószínűleg így van, ezzel csak azt akarom mondani, és alá is fogom támasztani, hogy vélhetőleg miért. Szóval, ez a metaanalízis azt támasztotta alá, hogy fogyás szempontjából előnyösebb, hogyha mesterséges édesítőket tartalmazó itókákat fogyasztunk, mintha sima vizet fogyasztanánk. Paraszlázadás! Miért paraszlázadás? Először is a mesterséges édesítőknek a mai napig viszonylag rossz a reputációja, és ez részben dezinformációból adódik. Másfelől viszont vannak korai tanulmányok, amiket félreértelmeztek, és például azt a megállapítást hozták ki, hogy mondjuk az inzulinhoz hasonló választ tud adni a mesterséges édesítő, és ugyanúgy megnöveli a te éhségérzetet,
Ezt viszont már tudjuk, hogy nem igaz, jó? De hogy lehetséges, hogy az jött ki a metaanalízis alkalmával, hogy előnyösebb fogyás szempontjából? Most alapvetően, hogyha fogyni szeretnénk, akkor nekünk ugye kalóriadeficitbe kell lennünk, szóval érdemes kevesebb kalóriát fogyasztanunk, nem érdemes, hanem kötelező. Az egy dolog, hogy te nem tudsz róla, az egy dolog, hogy nem számod, attól még deficitbe vagy, köszönöm. Szóval kevesebb kalóriát kell neked fogyasztanod. És mi lehetne kevesebb kalória a víznél? Kevesebb kalória van a víznél a mesterséges édesítőket tartalmazó itókáknak? Nem. Akkor mi a helyzet? Az a helyzet, hogy ha bár a nulla kalóriánál nehezebb kevesebb kalóriát bevinni, ez tagadhatatlan, ellenben mi az, ami könnyebb? Több kalóriát bevinni. Pont ezért nem szoktam ajánlni, meg semmilyen más téma az legalább valamennyire hozzáértő személy, a folyékony kalóriák alkalmazása diéta alatt, ugyanis az éhségérzetet egyáltalán nem fogja csökkenteni, lévén, hogy neked nem igazán foglal sok helyet a gyomrodban, nem kell emészteni, ezáltal ugye termikus hatása is meglehetősen alacsony, vagyis nem kerül annyi energiába neked felhasználat, szóval még csak ezzel sem tudsz kalóriát spórolni, és nagyon-nagyon könnyű, nagyon-nagyon sok kalóriát bevinni, például a cukros italokkal, jó? Ebből adódóan érdemes kerülni a cukros italokat, érdemes kerülni az alkoholt, szintén ugye, ebből is lehet cukor is, plusz alkoholba is, ugye rengeteg kalória van, egészen pontosan 6 vagy 7, most ebben nem vagyok biztos, vagy 6,5 vagy valami ilyesmi. Szóval rengeteg kalóriát be lehet vinni folyékony kalóriák formájában, ezért azokat nem érdemes fogyasztani, jó? Nem azt mondom, hogy egyáltalán ne fogyaszthatnál narancslét, hiszen ugye ebben is lesz mondjuk, mit tudom én, 100 ml-ben mondjuk 40 kalória, megiszol 3 decit, akkor az lesz 120 kalória, ami nem kevés, ellenben, hogyha 1500 kalóriával gazdálkodsz egy nap, azért még belefér, jó? De most ennyire alapszinten nem akarom elmagyarázni, mert azért már itt azért remélem tartanak azok a királyarcok, akik 3/3 videókat néznek, jó? Tehát akkor ezt gyorsan kizártuk, hogy miért nem jó alapvetően kalóriát tartalmazó italokat fogyasztani. Akkor mi marad a kalóriákat nem tartalmazó italok, legalábbis gyakrabban érdemes ezeket választani. Szóval víz, tea, kávé, akár koffeinmentes kávé és a zéró italok. Jó? Most a kávéra, teára, a vízre nem nagyon fog kitérni, mert egyértelmű, hogy ezek jó választások abból adódóan, hogy nem tartalmaznak kalóriát, hidratálnak, sok vízre van szükség alapvetően, diéta estén pedig érdemes még több vizet fogyasztani. Hiszen ugye egyrészt a gyomrodban helyet foglal, másrészt pedig az emésztésben is fognak egy segíteni, hogyha kellő mennyiségű vizet fogyasztasz és hidratálod magad, jó? Viszont akkor, hogyha már a nulla kalóriát tartalmazó italok teritoriumára kerülünk, akkor hogy lehetséges, hogy ez a metaanalízis, ez kihozta, hogy előnyösebb mesterséges édesítőket fogyasztani, mint vizet ebből a szempontból. Hát egyértelműen azért, mert a mesterséges édesítőket forgalmazó manufaktúra szponzorálta a tanulmányokat. Először nem áll fönn, mint helyzetjön is. Meg kell jelölni, kötelesség megjelölni, és azért ezt eléggé szigorúan nézik, hogy van-e úgynevezett conflict of interest, vagyis a tanulmányokat publikáló, tanulmányokat gyártó, tanulmányokat készítő szervezet cég, nek van-e valamilyen anyagi érdekeltsége a tanulmány elkészítésében. Ebben az esetben nem állt fenn a helyzet, de ha fenn is állt volna, és meg tudná állni a helyét, ez az eredmény, és miképpen? Na most azért, mert ha bár igaz az, hogy szigorúan biológiai, kémiai szempontból vizsgálva nekünk arra van szükségünk, hogy kalóriahiányos állapotban legyünk, huzamosabb időn keresztül, viszont miután emberek vagyunk, mindig lesz mindennek egy pszichológiai vonzata. És pedig az, hogy nem elég, hogy mi kalóriahiányos állapotban legyünk, hanem ezt fenntartó módon végezzük el, úgyhogy nem vagyunk gépek, jó? Szóval ezért van az, hogy sok embernek sikertelen a diétája, mert nem tudja magát tartani ahhoz a csökkentett kalóriaszinthez, ami követelmény lenne ahhoz, hogy ő tudjon veszteni a súlyából, jó? Mert sok embernek nincs elég akaratereje ahhoz, hogy tartson egy számára egyébként nem olyan jó diétát, és a legtöbb embernek nincs elég tudása ahhoz, hogy egy számára tartható diétát állítson össze. És akkor itt most szeretnék a reklámmal a helyével is élni gyorsan, vagy valami ilyesmi. Szóval, hogyha te is ebbe a kettő csoportba tartozol, aki nem bír normálisan diétázni, vagy ha diétázik, akkor csak is kizárólag a csirkerizs, brokkoli, szent háromságból tud kiindulni, és ebből adódóan nem lesz számára fenntartó diétás módszerevelő szeretne fogyni, akkor amellett, hogy persze rengeteg tudást lehet nyerni a videókból, a legtöbb tudást akkor lehet nyerni, hogyha velem dolgozol, és január 15-től a következő
8 hetes kihívás keretei között. Erre potom áron lehetőség is nyílik. Belinkelem a komment szekcióba, hogy hogyan tudsz jelentkezni. Személyre szabott edzéstervel, étrenddel, táplálékkiegészítő protokollal, 2 hónapos Nox applikáció használattal tudlak segíteni téged, ahogy azt már tettem, több mint 2000 más jelentkezővel egyetemben, jó? Szóval azért ez egy elég sokat kipróbált módszer, több mint 10 éve foglalkozok ezzel, és nézed a videókat, akkor azért remélem, hogy le tudtad vonni azt a következtetést, hogy bizony kurvára értek ahhoz, amit csinálok, és szeretnék neked is segíteni, hogy csatlakozz a január 15-én induló kihíváshoz, a helyek száma korlátozott, szóval siess, jó? Vissza a videó témájához. Tehát a legtöbb ember nem bír normálisan diétázni, blablabla. De nem csak azért, mert hogy nem lenne hozzá fejtlen tudása, vagy akaraterje, bár ezek is számítanak, de azért, mert nem tudja ezt fenntartó módon csinálni. Ugyanis nem tudja, hogy neki nem csak a fiziológiai igényeit, hanem a pszichológiai igényeit is ki kell elégítenie. Mert egy társadalomban lévő emberhalmaz vagyok, akik fölvettek bizonyos szokásokat, például, hogy szeretnek édes dolgokat fogyasztani, és édes dolgok hiányában, hogyha nem kerülnek hozzá édes dolgokhoz, akkor azokat vágyják, úgynevezett cravingelik, hogyha szép angolsággal élünk. És itt jön be az, hogy miben tud segíteni a mesterséges édesítőket tartalmazó itóka, mégpedig abban, hogy amellett, hogy nulla kalóriát tartalmaz, hozzá tud járulni ahhoz, hogy az édesség utáni vágyat is csökkentse. Ugyanis lehetséges, hogy fiziológiai alapon tudunk tartani egy mondjuk 1400 kalóriás diétát, hogyha annyira van szükségünk a fogyáshoz, nem mindenkinek ennyire van szüksége, blablabla. Viszont elfelejtik, hogy vannak pszichológiai igényei is, és hiába nem kifejezetten éhesek az 1400 kalóriával se, ettől függetlenül vágyják az édes érzést, amit nem ad meg nekik egy tradicionális diéta, mert se a csirke nem kifejezetten édes, se a brokkoli nem kifejezetten édes, se pedig a rizs nem kifejezetten édes, a gyümölcsöktől pedig amúgy is halálos félelemben élnek. Hála Sóher Norbira! 3 decibor, nem hiszem, hogy ez most a világ. Jó, gyümölcsöket is lehet fogyasztani. Nagyon jó, hogyha sok gyümölcsöt fogyasztasz, ettől függetlenül abban is van kalória, és nem mindenki szeret gyümölcsöket fogyasztani, jó? Viszont mesterséges édesítőket tartalmazó itókákat meglehetősen sokan szeretnek fogyasztani, és nem is baj, ha fogyasztanak ebből a szempontból, ugyanis a víznek az összes képességével rendelkezik, plusz a pszichológiai igényedet is ki tudja elégíteni, vagyis nagyobb valószínűséggel fogod tudni tartani magadat egy alacsonyabb kalóriatartalmú diétához, hogyha nem csak a fiziológiai, hanem a pszichológiai igényedet is kielégíted, azáltal, hogyha te szereted az édes ízt, akkor becsempészel édes ízt valahol az étrendedbe, és ugye az italrend is ebbe tartozik bele, jó? Ez nem feltétlenül így valósulhat, megvalósulhat úgy is, hogy mondjuk zéró kalóriás szószokat teszel az ételedbe, vagy zéró kalóriás önteteget teszel az apkásodba, vagy, és ugye ez a videónak a témája, hogy zéró kalóriás italokat fogyasztasz. Igen, semmit nem szabad túlzásba vinni, igen, Peti, csináld már meg azt a videót a mesterséges édesítőkről, na de nyilván nem fogok nektek most fassákat mondani azáltal, hogy nyugodtan ígyatok mesterséges édesítőket, hogyha a mesterséges édesítő videónak a végére kihozom, hogy belehaltok. Jó? Szóval azért ennyit elszpoilerezhetek, hogy azért a legtöbb embernek normális mennyiségben nem ártanak mesterséges édesítők, de majd jön ez a videó, és ebből a videóból viszont fűjük hozzá tanulságként azt, hogy hiába van egy tök jól összeállított étrendet, hogyha nem tudod azt tartani, és sok ember azért nem tudja tartani, mert csak a fiziológiai igényeit próbálja kielégíteni, de miután emberek vagyunk, és pszichológiai alapon működünk nem annyira logikusan, és nem annyira csak és kizárólag szintiszta fiziológiai alapon, hanem pszichológiai alapon is, azért érdemes ezeket az igényeket kielégíteni. Hogyha édes ízt iránt van vágyunk, akkor azt, hogyha savanyú, akkor azt, hogyha sós, akkor azt, de legtöbbször a szűk kalória keretből kifolyólag az édes íz kerül nem kielégítésre, jó? Viszont erre egy tök jó mód, hogyha zéró kalóriás italokat fogyasztasz, mint például ezt, ami azt hiszem, hogy zéró. Igen, 100 ml-ben nulla a darab kalória van. Én mostanában például ezt szoktam iszogatni, de alapvetően ez egy energiai tasz, ha nem ezen élek. Ám, de például zéró kalóriás szörpöt, nyem. Napi szinten szoktam én is fogyasztani. Jó? Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor nyomj egy lájkot, ne felejts el a következő kihívásra jelentkezni, megint csak tanulmányok alá támasztották, hogy valóban rengeteget tudnak alakulni az emberek, hogyha januárban kezdik az életmódváltást, mert ilyenkor legalább egy sziklaszilárd elhatározottsággal
rendelkeznek, a tekintetében, hogy fix dátumhoz kötik az indulás és az átalakulást. A fix dátum, ez a te esetedben január 15 lesz, jelentkezz a kihívásra és segítek neked átalakulni kívül, belül, gatyáborázunk nem csak fiziológiai, hanem pszichológiai igényeket is kielégítve, jó? Köszönöm szépen, hogy itt voltál, lájkold a videót, iratkozz fel, ha nem lettél volna, kommentelj valami szépen, és következő videókon találkozunk. Ha van valami, amiről szívesen hallnál engem beszélni, akkor írd le a komment szekcióba, kultúráltam, és vigyázz topatokra, és sziasztok!